Hier ist es so fun. Gut. Vier. Képzeljétek el, hogy április 22-én egy új YouTube rendezvény lesz. Ha jól gondolom, akkor ez az első ilyen videós gála, amit a Telekom rendez. Ezt úgy is lehet értelmezni, mint hogyha a magyar YouTubernek az Oscarja lenne. Most viszont úton vagyunk Robiékhoz. Mivel meghívtak magukhoz egy kávéra, meg szerintem ökörködni akar a hoverboarder. Tökéletes, a bicikli utat pont erre találták ki, erre kis hoverboardra, tökéletes. Tökéletesen megfelel. Csak az a helyzet, hogy így sokkal gyorsabb vagyok Évéknél. Még hátrafele menet is van benne. Ez az eszköz tökéletes arra, hogyha sétálni kell a babával, akkor tudod f***n tolni a babakocsit. Mi a helyzet? Hová kemények vagyok. És akkor annyi az egész? Most találtam az úton. Remélem nem rossz nagy baj. Egy önálló életet él. Szélére. Szélére raktam. Nagyon masszika. Egész jó megy neki, nem? Ezt a kutyát nézzétek meg, ez nagyon jól néz ki. Ez jó, Blöki. Hello, Blöki. Jó van, ügyes kutya vagy. Mi bajod van? Miért rászkodsz ennyire? Bolond vagy? Ül? Ül! Nem áll, ül! Ennyi volt a gyors látogatás Robiéknál. Egyébként ez a 22-i YouTube-os Oscar díjátadó ünnepség. Azt bárki nézheti, hiszen élőbe fogják közvetíteni a YouTube-on, majd megpróbálom megkeresni a linkét, és valahova ide, vagy valahol itt fönt majd be fogom linkelni. És a videó leírásban is benne lesz a linke, hogy hol lehet ezt majd nyomon követni, hogyha kíváncsiak vagytok rá, persze. Uton vagyunk Feri barátomért a munkahelyére, ugyanis együtt fogunk ma ebédelni. Igaz, hogy már lassan-lassan két óra, vagy nagyon lassan már is múlt két óra. Ugye a mai ebéd egy picit kitolódott, de ami késik, az nem múlik. Nem sokára érkezik az kajánk, az kaja, az étel. Ez nem romának való, vedd el, Peti, légy szíves. A videós gála résztvevőjére lehet különböző kategóriákban szavazni. Ezt is a külön erre a célra létrehozott Facebook oldalon le tudjátok ezt megtenni, amit szintén belinkelek ide a videó leírásába. Ó, itt a kaja. Wow! Hú, de jól néz ki. Köszönöm. Olyan egyik jó volt. Aha, olyan. Köszönjük. Milyen jó kis edényben van. Jó étvágya. Még mielőtt hozzákezdek a Kajcsihoz, annyit el szeretnék mondani, remélem, hogy hamarosan én is részt vehetek ezen a videós gálán, ezen a videós gálán, és kaphatom én is a szavazatokat. Jó étvágyat kívánok! A few moments later. Na hát, ez a heti ajánlat, ez nagyon finom volt. Az a neve, hogy lesek. Mézes sült császárhús, héjában sült krumplival. Ugye, jó, ilyen. Ja, még zöldhagymás mátás is van hozzá. Én igazából nem szeretem az ilyen kövér dolgokat, de ez iszonyat, nagyon, nagyon finom volt. Kicsit édeskés az íze. Nagyon jó. Egy olyan 10-es skálán egy jó erős 9-est tudok rá adni. Igen. Feri, te hanyas adsz rá? Nagyon finom. Hanyas. 10-ből hány pont? Szíved szerint. 10-es. 10-ből 10?
10-ből 10. Na most van itt az ideje annak, hogy együnk egy jó kis jégkrémet. Mára van. Szerintem ennyi volt a mai nap. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ismételten. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Áldoztatok pár percet az életetekből a vasárnap? Nem, de mindenkinek kellemes időtöltést kívánok. Sziasztok! Hátát. Lássuk a hátát. Jó, mert van itt egy gomb. Aha! És hol jön ki a pisi? Jaj. Hát de valósolgodni is lehet.